Jó reggelt, Vietnám! Szevasztok, srácok, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő Mad Max-el. Ez egy szülinapi Mad Max, mert szülinapom van, úgyhogy hoztam magammal egy pohár bort, és úgyhogy kapcsoljátok be az öveket, be lehet, hogy összetütközzünk egy-két dologgal. Az autóval! Na. Hol tartottunk? El kellene foglalni egy-két bázist, és... Nem, várjatok, kaptunk egy csomó scrapet. Igen, és itt ezt meg kell jelöltetnem, hogy hol van, várj, nyomtam egy hosszú jelet, és akkor azt történik, hogy megjelöli a térképen, hogy hol vannak a scrapes helyek. Ott van, figyeld el. Mivel ugye ezt érdemes csinálni, mert akkor van egy olyan ilyen csapatunk, aki összeszedi folyamatosan a scrapet hozzá nekünk. És egyébként rengeteg scrapünk jött, ugye addig, amíg nem csapattunk. 1200 van, úgyhogy lehet, hogy most már kellene. De várjátok, az első V8-et 1400-ba fog fájni, úgyhogy az első V8-et lehet, hogy meg fogjuk szerezni ebbe a részbe. Úgyhogy nem fogjuk elcseszni a scrapert. Viszont neki megyünk, mint Tóth az anyjának. Ennek a küldetésnek, hogy akkor tudjuk csinálni, és hogy legyen meg a scrapünk. Várjál, nem hangos ez egy kicsit? Nekem egyébként itt hangos az öresítő fel van nyomba, és a kettő videóton csapja neki, mint az őrület. Várj, hova kell menni? Várj, hova kell menni? Ide? Aha, oda kell menni. Jó, bejelöltük. Nem tökölök! Csapjuk neki. Ugye ahhoz, hogy a V8-at megszerezzük, előző részben mondtuk, beszéltük, hogy ahhoz kell nekünk... Ajne, ma most jönnek, hallod? Ahhoz kellene nekünk... Egy dolog. Várjál, merre menjünk? Gyerekek, nagyon durva, hogy most már olyan területen vagyunk, amelyik ugye... Nem. Rendes imtő utak vannak például, látod. Jaj, ne, konvoj rút. Igen, és most kezdődik az, hogy megint nem jutunk el a célhoz. De el fogok jutni, mert nem fogok másra foglalkozni. Ó, jó szlop. Mint... Itt azzal, hogy jussunk el odáig, ameddig akarunk eljutni, na. Gyerekek, sipoltak a kerekek! Észrevetted? Én igen. Ezt csapjuk már ki innen a helyre, na. Nem jó, hallod? Nem tudod kitépni. Nagyobb harpunk kell. Ó, gyerekek, nem tudom miért recceg a gép. Gép a game. Recceg a game. A game felszállott a fára. És nem tudom, hogy hol van szegény fára. József Attila megirigyelhetné tőlünk. A gyerekek, egy költő veszett el bennem. De nagyon mélyen! Akkor irány gázváros, vagy mi van? Várja, ott egy héder gyerek. Figyeljetek, én nem nagyon akarok tökörészni. Tökörészni. Hával. T-hával. Hanem tényleg a küldetést akarom csinálni. Ne haragudj, hogy ilyen szedett-vedetten játszok. Ferike mondta, hogy erőből kell megcsinálnom a kanyarokat, nem használhatok féget, úgyhogy ezután a féget felejtsetek el. Mennyi ilyen izé van itt? Ujjjj, oda nézzetek a köcsög. Mindjárt ránk csettint egyet, ne csettintsél ránk. Gyere velem, barátom. A kanyát bevegyé! Hú, és itt ilyen izé van, milyen olajmocsáros rész. Nem tudom mi lesz, hogy már nem emlékszek, hogy mi lesz. De nagyon megy egyébként ez a vajár, de főleg a V8-as se nagyon csap. Na, valaki meg jön utánunk. Nem baj, nem foglalkozunk vele. Ah, mégiscsak foglalkozunk vele. Oké. Okay. Megoldódott. Hoppá, gyerekek, fönt! Fönt fölöttünk! Ah, ez nem a mesterlövész volt, az hozzi el. Na, húzzunk innen. Jó, gyerekek, itt meg izé van ilyen smog. Jaj! Utánunk petítottak egyet ezek a kecsekek. Gyerekek, gázvárosba megyünk. Nagyon ídvetlen sebességgel. Ha is hatos harpunk kell ahhoz, hogy ezeket ledöntsük, úgyhogy... Vagy ezt nekünk bajok. Jó, igaz, varosi. Mi van?
Gázváros egy kicsit kemény környék. Szerintem ez lehet, hogy nem volt jó ötlet, hogy ide jöttünk ilyen felszereléssel, de én akarom azt a V8-at, és ti is akarjátok velem, úgyhogy... Nem, ha megint mestől lövész, hallod. És rakéták, ezek mind ilyen... ez mind ilyen, ilyen nagyon kemény hely. És ugye ez egy ilyen, olyan ez a gázváros környéke, mint egy ilyen szeméttelep. Menjünk, menjünk, jó? Gaston. Remélem a filmet mindenki látta, mert ha nem, akkor megőrülök. Na, megérkeztünk gázvárosba, nem tudom, hogy mi lesz itt, de remélem, hogy jó dolgok. I'm gonna look around. Don't forget, the outcryer, the race, people do forget. Hol megyünk? Skratus. Kit kell kiütni, arról beszéljetek, aztán megtörténik az esemény. Mi az a zörgés? Jó, megyünk fel a küldetést, próbáljuk csinálni. Ne aludjál, Moré! Adja pofon neki, adja pofon neki! Fresh meat for the grinder! Straight from the jó, ez nem tudom, mi lesz. Jó, ez lehet, hogy valami verseny lesz, öcsém. Átlépem, nem akarok itt. Itt most nagyon bere... Mit kell csinálni? Hol áll? Hol áll, lol? Vagy mi? Valahova kell mennem. Megjavított a csótány verdát addig, amíg tédereztél? Vagy mi van? Valahol... ide kell mennie. Oda kell menni, jó. Adjuk neki, gyerekek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Ugye, megígértem és nagyon meg is fogadtam, hogy... Azt megfogadtam, hogy ma... Nagyon pörgősen fogjuk nyomni, gyerekek. Nyomni! Jönnek utána olyan ellenfelek, amit még nem is láttam, úgyhogy megpróbálunk nem összebunyózni velük. Ez a gázváros környék egy kicsit veszélyes. Nem tudom, mennyire vírja itt ezt a... Megpróbálom el... Megpróbálom... Ezt akartam. Jön egy köcsög. Gyerekek, ez nagyon durva ez a környék, nagyon durva. Hallod, ez nagyon beteg. Talán kijutunk. Hoppa, itt is mester lövész, ne szórakozzá. Mindjárt leszedjük, hopp! Ó, ez nem olyan kapu. Azt majdnem bekaptuk, úristen, de kemény. Próbálom tartani magam. Még van egy olyan torony. Jó. Csótány, menj! Nyugalomba. Csináld már. Még ránézzük a térképre. Ja, ez a környék, ez nagyon brutál. De az a durva, hogy ugye nem is voltak kempek, és mégis ilyen nagyon durva a környék. Na jó, nyomjuk neki. Ebből itt jutok át ugye erre a zónára. Ami azt hiszem, ami sivatagos, vagy micsoda lesz? Van üzemanyag, hoppá. Nagyon megy a vert, na nagyon megy. Júj, de jól néz ki, hallod? Amikor... ez nagyon adja. Hé,
ahol épp néhol kilátszik csak az aszfalt. Ez, ne ez a Mad Max. Mindig tud változatos lenni a terep, nem? Az nagyon kemény. Egy kiholt. Hoppa, nem bírod ki, hogy nem állj meg, valószínűleg. Nem bírod ki, hogy ne állj meg egy elhagyott benzinkútnál. Jó, nem csábulok el. Megyünk, jó? Azért a légszűrő ilyenkor kapja az áldást, nem? Itt volt valami aszfaltos út alattuk, vagy ilyen sztráda. Aha, és a reptérre fogunk menni, gyerekek, ott a világító torony, vagy világító torony, irányító torony, na. No! Kell a V8, gyerekek, arra rámentünk, most ott a repülő, hülye vagy, hallod? Repülők! Önpörgünk és nagyon gyorsan megcsináljuk. Nem tökölünk. Helyezz, gyerekek! Pa! Ez ugye a... Be vagyunk a terminálon. Reptéren. Le a lépcsőn. Próbálok tájékozódni. Bombák. Ajaj. Jó, most figyelek, bocs, hogy nem dumálok, most hirtelen elhallgatott a kiper. De nem akarom kinyírni magam. Persze seggbe vágott. Imádom azt a játékot, hogy rohadjon meg ez a játék, de nagyon bírom. Emiatt a játék miatt elhanyagolok mindent konkrétan. Azt a majdnem leestem, hülye vagy. Le kell engedni azt az ajtót, ugye? Aha. Jó, para hely. Let's get out of here then. Ezt itt megtámadnak minket. De jó nyomom gyerekek benne az épületbe. Boltok között meg minden. Nagyon nem merek gyorsabb menni.
Mondom, hogy a tető. Jó, bocs. Jó lenne valahol kiérnék, már mi az is. Én nem így vissza kell keverednem. Jó, le kellett volna menni, mi? Ez kemény, jó, megcsinálták, hallod-e? Lehet, hogy egyszer mész végig, de azért meg van csinálva az egész. Júj, megijedtem, Junior ugat. Na. Hogy ide kellett jönni? Várja, melyik a zsebb lámpa? Oké, megvan. Ja, neki szétütök mindenki, nem azt gondolom. Ezért mondta Ferike, megszer kéne fejleszteni, meg többen írtátok. Hát lehet, hogy igazatok van egyébként. Ez egy kicsit már le vagyunk hervadva. De csak bírjuk még egy picit. Az autót szívesebben fejlesztem, van a bajom. Ez a bajom, igen. Para van, tudom. Én is parázok. Jó. Kezdődik, gyerekek. Kezdődik, ez... Ilyenkor azért adnak ugye ilyen fizet. Mert nem mindjárt jön a buli. És hogy ugye nem úgy menjél neki azért, hogy szívvernek mind a szart. Kaptam egy csomó scrapet. Nem tudom, merre kell menni, próbálkozok. Azt feljöttem, mi? A gyerekek nagyon fölkészítenek a legrosszabbra. És meg még kaja is. Nagyon altatnak minket. De mindenképp ma ebben a részben szeretném a V8-ot megszerezni. Te mi van? Nem mondd, hogy ugyanoda kerültem. Nem jó gyerekek, valamit elnéztünk. Rossz fele jöttünk, rossz fele jöttünk, visszajöttem valamerre. Jó, oké, bocs. Mint egy nagy kört a semmiért. De várjál! Mentem egy nagy kört, majdnem ott voltam. És nem jó fele fordultam egyik helyen. Hogy gyorsan gyerekek, bocs. Erre volt az itt, balra mentem el, és visszajöttem, szerintem lejöttem ugyanott a repülőn, ugye? Ez volt a baj. Jó, rohanak, bocs. Belekeveredtem, ugye?
Igen, itt a repülő jöttem le. Ezt nem kellett volna szerintem. Itt néztem be valamit. Itt eljöttem a restroomra. Igen, és itt volt az pia. Aha, jó. Jó, jó. Jó. Ott volt egy köcsög, mondom. Mi van, 1600 krepük, meg tudjuk venni a a V8-ot, ha úgy van, mi a fasz? Megjárd át azt. Hát a köcsög, elballagább. Rohadtul csapdába csalunk, ez a lényeg, ugye? Ó, nagyon-nagyon csapdába csaltak. Na jó, mindegy. Arra érek, bezárulik az ajtó. Aztán cseszhetem. Ne, az egy karácsonyi égősor volt, hülye vagy? Jó, kezdődik a buli. Honnan? Nem félek. Esküszöm. Áh! Túl sokat hibázok. Ah! Te köcsök! Nagyon para. És többen jönnek, kösz. Úristen. Áh! Hol kerültem, te hülye? Le tudok lépni? Azt a begyár. Hallod, hogyha ez nem lök ide be, akkor én nekem ott fekvadom. Azt a begyár. Húzzunk innen, bazze, nagyon gyorsan. Jézus Mária. Menjünk már, basszus. Nem jó felejöttem, az jó. Azt sem tudom mi van, gyerekek. Ez most kemény. Ki kéne jutni innen, mi? Nem kéne kiszállni. Hát
Nem megy a homokba. Ezt úgy tudom hatásra érteni, hogy ki kell tépnem az ajtót. Utána meg ki az embert. Jó, ennek meg ki tudtok tépni a kerekét. Még jó, hogy a hardcore-om nem olyan rossz. Nem egyszerű. Főleg ebben a sötétbe itt közlekedni. Jó, te. Jó van, nyugi. Milyen jó ez a külstér, mi? Csinálj meg a gépet, bazár, addig iszok egy erőt, hogy ez annyi át, úristen. Komolyan mondom, jól éltem magam ideként. Ahhoz képest mi volt benne, mi? Kapaszkodj, bazár. Csodálatos. Imádtam mindig a sivatagot. Amikor Seven Days to Die, Seven Days to Die-oztam, akkor is mindig a sivatagba akartam telepedni, ugye? Na most megkaptam. Megkaptam, gyerekek! Homok visszafog. Aszfaltom megy, mint a bolond. V8-as motor kéne ebben a részben nagyon. És utána akkor már csak Pink Eye Territory-t le kéne vinnem, és a legjobb V8-osra rá tudnék gyúrni, ugye. És a Pink Eye-t kicsinálnám, és utána mehetnék ugye akkor gyakorlatilag bárhova. Már erős V8-ammal is megcsinálnám az egész játékot. Hoppa. Milyen izé, szürke lett itt kapásból ugye a vidék. Jó, menjünk vissza. Megnézzük, milyen küldetést ad. Igazából nem tudom, hogy mennyi van vissza, milyen küldetések kellene hozzá még. Egy kicsit nagy képű döntés volt, kijelentés volt, hogy nekem az meg lesz a V8-osban. Lőttek. Mindenhol mesterlövészek vannak, meg minden szar. Na, meg ilyen tornyok, ilyen rakétavetőkkel. Az igen. Á, ne! Júj, mellém lőttek nagyon. Jó, szándékos. Jaj, ne! Nem akarok velük leállni, mert szerintem kemények. Gyorsan jussunk be. Jó. Jaj, csak legyen meg már az egész. Legyen meg. Minek neki korácsony fel izzósor?
Mert elvileg azt kellettem. Jó, ott meg egy ilyen bányagép, figyeled? Nem tudom, karácsony, hogy izzó sorot, hülye gyerek. Hogy örül a hülye, mi? Ott van egy mikrofon neki, hallod? Na, story mission complete. Dance with Deed. És most? Na, hol van a következő küldi? Itt. Hát ez még mindig nem az. Ugye ahhoz, hogy ezt meloldjam, Big Chief nevű story mission kell megcsinálnom, és az még mindig nem, nincs kész. És akkor mehet a következő, csinálom gyerekek, nem tudom, hogy mennyi van még vissza, de próbálkozok, jó? Tényleg pörgünk. Ami a csövön kifér. Lefele hegynek, lefele megyünk mind az állat. Felikázz, hogy ne fékezzek kanyarba. Jö. Előjönnek a köcsögök. Ezt ki kéne megszednem, hogyan. Nem találtam el, ott volt valami előtte, jó, mindegy. Úgyse erre a territoryra hajtok. Hanem Pink Eye-ra. Ajaj. Jaj, ne! Barátaim, az úrba hagyjatok! Jó. Küldetést akarom csinálni. Nem akarom, hogy utánam jöjjenek. Kicsit lángolunk, nem baj. Ilyenkor milyen belső nézetbe hallod? Nagyon kira. Nagyon durván megy ez valahogy. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy... utolérnek, ha csak el nem cseszem. Hallod, ezek nagyon jönnek. Mint van fent a küldetésünk. Kicsit megtréfáltuk őket. Ugye ott hagytuk, jó van. Hú, ez a rész, ez nagyon pörgős gyerekek. Nagyon-nagyon kapkodni kell a fejem, hogy merre vagyok, hol vagyok, mit csinálok. Romnak fölfele nem nagyon szereti vinni ezt a marha nagy kasznit televédelemmel, úgyhogy kellene valami nagyon komoly van. Moci. Egy diktat kell nyomni, basszus. Aha. Talán ezek nem jönnek utána. Na megnézzük. A wanderer comes. I, Crow Dazzle, bid you welcome to the circle of light. To the circle of... kell nyomni egy versenyt, úgy érzem. Valakivel kell beszélni, oda ment. Hú, gyerekek, mi a fasz? Na jó, hogy barikádoztad magad, nem, öcsém. Eha, jaj, baby bogyó. Mi van? Le vagy, robbanva egy kicsit. Ki vagy ködve ide? Végig ment rajtad, hogy a fél izé barbolyok, mi?
Fiatalok, hol kell kimenni innen? Na, csinálhatjuk? Nyomhatjuk? Tenderloin's dead. Ha! Can't race until the car's faster. Yes, yes, sir. Faster, faster I can do. But I need parts. Azt mondja, hogy kellene alkatrészek ahhoz, hogy egy gyorsabb autó legyen. Úgyhogy szerintem ezt meg kéne néznünk, hogy mi az. Story mission. Nem nagyon van story missionünk. Azt mondja, hogy kipufogó kellene gyors, nagyobb. Kíváncsi vagyok, hogy mit akar. Aha, le kell redukálni a pink eye-t. Azt írja. A Speed Demon meg kell építeni, azt az Archangel-t, azt írja. Akkor az hol van, gyerekek? Nem emlékeztek rá? F. Aha. És a Speed Demon-t ezt kell megépíteni, ahhoz, hogy ugye tudjunk versenyezni. Ahhoz hiányzik egy-két dolog. És rá kell kattolgatnom, hogy melyiket akarom. És ez a kettő hiányzik. Háromra le kell vinnem hozzá a pink eye-t. Ehhez meg... Ezt nem bevágom. Ezek hiányoznak, igen. Ja nem, ez megvan. Csak a izéhez, a kipufogóhoz, hogy ezt megkapjam, Pink Eye-t 3-ra le kell tolni. És akkor lesz meg a Speed Demon, ugye. Aha. Ez egy iszonyatosan gyors autó lesz, ez biztos. Csak ahhoz, hogy lenyomjam, ugye Pink Eye-ba kellene különböző dolgokat itt elvégeznem. Viszont a scrapet, a scrapes dolgokat meg kéne néznem, ha már egyszer ott vagyok. Már csak azért, mert akkor a legközelebb, amikor már lépnék be, akkor ugye megint egyre több scrapem lenne. Jó, menjünk egykor ezzel a Speed Demon szerűgéppel, ugye még nincs meg minden hozzá. És akkor Pink Eye-t levisszük, meg még ráadásul. Akkor ezt a scrapes crew-t ezt megcsináljuk, jó? Nézzük, hogy hol vannak az alkatrészek a crew-hoz. Imádom ezeket a kempeket csinálni. Egyszerűen imádom gyerekek ezt. Ennyi. Nagyon-nagyon-nagyon adja meg már. És igen, megint kisporoltam egyébként a... Azt ugye, hogy... nem raktam meg szre. Mert gyűjtök rengeteg scrapet, hogy legyen nagyon jó. V8-am, ott meg egy mesterlövész. Meg is van az első, és a mesterlövész lehet, hogy kikér a lőni a mesterlövész puskával. Már régen használtam azt úgyis. No mercy for them.
Mi azok? Aha, az egy camp. Ez sokra nem megyek, hogyha ezt a kempet lövöldözöm. Inkább akkor menjünk rá a következő olyan helyre, ahol ugye. És így is már 1000 darab scrapet kapok a belépek. Akkor ugye kapnék 1500. És olyan gyerekek, nagyon jön, úgyhogy ez jó. Kell fejleszteni kell nagyon, mert nem lehet. Viszont ez a gép, ez iszonyatra megy. Ugye nincs rajt védelem meg semmi. Hallod, ez nagyon hasít. Én sem tudom képzelni, milyen lesz a V8-as legjobb. A legjobb kipufogóval. Hoppá, nem erre. Be kell himbálnom kanyar előtt, hogyha kanyarodni akarok, max gázol. Úgyhogy ezt majd kipróbáljuk. Gyerekek, vigyázzatok, mert előttleg meneteket. Bip bip. Jézus Isten, hogy megy. Na, itt egy kanyar. Próbáltam. Jó, hogy nagyon sokan jönnek ott. Viszonyat jó. Jó gyors. Kanyar! Ó, itt van benn! Ja, azt hittem, hogy ez valami camp. Jó, nem camp, akkor jó. Gyerekek, amíg olyan gyorsak voltunk, hogy nem bírtuk betölteni a mapot. Egy. Hoppa. Az hova az francba tűnt? Ezt vágjátok, hogy tűnt a csávó. És hogyha be van zárva oda, akkor baj van. Hát nem, más te lövész. Ha meghalt, mondom, még túléli, ha följön, akkor az jó lesz. Csak azt nem értem. Volt egy ajtó. Aha. Itt lesz lán szerintem. Ó, megvan gyerekek, nagyon mázling van. Okay. Ja, hát az utolsó, nagyon szisztematikusan dolgozunk egyébként. Imád, az ilyen az nagyon jó. Hogy ugye nem tökölünk, hanem szépen okosan. Ja, innen nem lehet bejutni, csak így létrám. Lehetünk is tovább. Jó, oké, a királyok vagyunk, nagyon bírom. Scrapre nagyon rámegyünk, összeszedünk, mit tudom én, nagyon sokat ugye. Közben úgyis már gyűlik, és akkor V8-ra tudunk annyit költeni, hogy simán meg tudjuk venni talán a legjobbat, ha nem is a legjobbat, de az elég jót. Ojjaj. Nem fogom megtámadni őket. Csak erre kell mennem.
milyen... Jókor írtak ki, hogy konvoj Route Explorer. Mikor szinte a konvojt is. Ó, oh, ez az erőből itt kell. Tárengeng, ez rendes mosopót. Ó, van egy mesterlövész. Erőből kanyar. Hihihi, bazd meg. Bazd meg, ez ment. Kempelert egy gyerekek. Van itt minden, mint a bucsuga. Kicsit sűrűnek ott a környék. Rossz arcokból. Igen! És rendbe teszem a dolgokat, aztán nyomjuk. Na haver, pajzsos gyerek. Ajj. De nem vagyok kibékülve, gyerek. Ah, csak kapott, jó. Fönn van biztos valahol. Jó. Valaki ment a magukat volna. Te meg itt maradta. Jó. Megtörtént az esemény, gyerekek, kiütöttük mindenkit. Oké, okay. Ez is megvan, még sincs este, megyünk haza gyerekek, mint az őrültek. És akkor az lesz, hogy megcsináljuk ezt a scrapes bandát is. És amikor belépek a plusz 1500 scrap, tehát akkor több mint 3000 scrapünk lesz. Ami azért elég aranyos lesz. Annyi, hogy beszállunk szépen. És akkor elvileg, nekünk van olyan, hogy fast travelünk Pink Eye-ba. És egyből meg is tudjuk építeni ugye oda a scrap crew-t. És nem csinálunk mást, mint folytatjuk tényleg a story mission-t, ugye, hogy legyen meg nekünk a legjobb V8-as. Kész. És ezek is gyűjtik a scrap-et. A scrap-re nagyon rá kell menni ebbe a játékba, mert nagyon sok kell belőle. Nagyon király. Na gyerekek, elbúcsúzom, mert elég hosszúra sikerült ez a gameplay. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett a gameplay, és várlak benneteket a következő részbe. Csácsubi!